Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 24-én kinyílik egy égi kapu a plejádok fele. Ezek lehetőségek, hiszen kinyílik itt egy ajtó a spirituális területre. Ennek a napnak van gyógyító energiája is. Ezen az estén este 11 órakor tartok egy szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, erről beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy égi nap, egy égi kapu, mikor nyílik ki, ez a maja naptárból van. Ha érdekel a maja naptár, arról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, vagy írhatod a kommentárba, ha ez téged érdekel ez a téma. Tehát egy portál nap az a maja naptárból van. Ők számították ki ezeket a napokat. És egy ilyen napon, ami földünk kapcsolatban van a plejádokkal. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az szerencsét hozott, legalábbis így gondolták. Ez a portálnap január 24-e a negyedik hullámban van. És ez a hullám jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, vagy szeretnénk valamit megalapozni. Ez lehet a munka, a hivatás, lehet a lakhely, lehetnek a családi kapcsolatok, vagy a párkapcsolat. Egy stabil párkapcsolat kiépítése. Ez a portálnap a 12. nap ebben a 4-es hullámban vagy rezgésben. Ez a 12-es szám az jelenti azt, hogy lesz egy új irány, egy új kezdet, vannak saját ötleteid, terveid, de segít az, hogyha másokkal együtt, kéz a kézben szeretnéd ezt megvalósítani. Hiszen van valaki a környezetedben, aki segíteni tud neked. Itt fontosak a kapcsolatok, ezek lehetnek baráti kapcsolatok, de lehet a párkapcsolat is, vagy valaki segít a családból. Ez a szám jelenthet egy új irányt, egy jó ötletet, egy alkalmat és szerződéseket. A mai napon egy szerződést aláírni, az nagyon előnyös. Mint minden napon, ezen a portál napon is van egy szimbólum. Ezen a napon Chuen uralkodik. Chuen lefordítva majmot jelent. Nem hiszem, hogy ez a házi állat nálunk, de amit a majom szimbolikusan jelenthet, az a játszadozás, a könnyűség, a mozgás, a jó kapcsolatok, de azért legyünk óvatosak, mert előfordulhat az is, hogy mi ugyan nevetünk, de mi van akkor, ha mások kinevetnek bennünket, hiszen majomnak néznek bennünket. Azért figyelj oda, hogy milyen kapcsolatok vannak, kiben bízhatsz, kiben nem, ki az, aki a hátad mögött kinevet téged. Mert majomnak néz téged, persze szimbolikusan gondolom ezt, de mégis ezekre a dolgokra is oda kell figyelni most ezen a napon. És akkor tudjuk azt, hogy melyik kapcsolat előnyös, kivel tartsuk a kapcsolatot, kivel nem,
És itt akkor döntésekről van szó. Amit ez a majom még jelenthet, hogy legyünk vidámak, vagy nézzünk meg egy filmet, amin nevethetünk, például egy felvételt Hofi Gézával. Én imádtam őt. Még mindig szívesen nézem a felvételeit. És ha tetszett nektek ez a felvétel, akkor írjátok le a kommentárba, vagy lájkoljátok ezt a videót. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!